Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a Tövésre. Kedves testvérek, vízkereszt ünnepe van. Urunk megjelenését ünnepeljük. Már egyszer megünnepeltük karácsonykor, de akkor az ő rejtett megjelenését ünnepeltük a betlehemi istáló magányában, ahol csak a pásztorok találtak rá. A mai ünnep azt akarja kifejezni, hogy Jézus megmutatkozik a népek előtt, mert a napkeleti bölcsek a föld népeit jelképezik. A napkeleti bölcsek személyében az egész földkerekség hódol az Úr előtt, aki közénk jött, megtestesült, megváltónká lett, hogy megszabadítson bennünket a bűn rabságából. Jézus most már nem csak a zsidóknak mutatkozik meg, hanem minden népnek. Ezen a napon, illetve ehhez az ünnephez kapcsolódva végzi az egyház a vízszentelés szertartását. Kedves testvéreim! Könyörögjünk Urunkhoz, Istenünkhöz, hogy áldja meg ezt a vizet, amit mindig keresztségünkre való emlékezéssel akarunk magunkra hinteni. Kérjünk mennyei atyánkat, segítsen kegyelmével, hogy a tőle kapott Szentlélekhez mindig hűségesek maradjunk. Most megáldom a sót és a vizet. Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, alázattal kérünk irgalmadat, áld meg és szenteld meg Atya jóságoddal ezt a sót, amelyet az emberiség használatára teremtettél. Add, hogy mindazoknak, akik használják, testi-lelki üdvét szolgálja, amire hintik vagy amibe vegyítik, az tisztuljon meg a gonosz lélek minden ártó hatalmától és megrontó befolyásától, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk! Istenünk, Te az emberek üdvözítésére szánt legdrágább titokzatos ajándékaidat, misztériumaidat, a vízből fakasztott számunkra. Hallgass meg könyörgésünket, árazd erre a megtisztulás sokféle módját jelképező vízre áldásodat. Add, hogy ez a víz mennyi ajándékait szolgálatában űzze el a gonosz lelket, tartsa távol a betegségeket, és hordozza magában az isteni kegyelmet hatékony erejét. A hívek házában vagy bármely helyén, amikor is érint, akármit is érint, vagy meghint ennek a víznek cseppje, az legyen egészen tisztává. Ne üthessen tanyát ott a gonosz lélek, ne verjen gyökeret a rontás szelleme. Szűnjék meg a sátán minden cselszövése, ennek a víznek hintése és szent nevet segítségül hívása által, Urunk, Te őrizd meg a ház lakóinak épségét és nyugalmát, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
Istenünk, Te a mai napon betlehemi csillagfényével vezetted a nemzeteket, és kinyilatkoztattad nekiket szülöttedet. Add meg jóságosan, hogy szent színed látására jussunk az örök dicsőségben, miután a hitből már itt megismertünk téged, ami Úrunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány, Izajás próféta könyvéből. Kelj föl és tündökölj Jeruzsálem, mert elérkezett világosságod, és az Úr dicsősége felragyogott fölötted. Mert még sötétség borítja a földet, és homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, és dicsősége megnyilvánul rajtad. Népek jönnek világosságodhoz, királyok a benned támadt fényességhez. Hordozd körül tekinteted, és lásd, mind egybegyűlnek, és idejönnek hozzád. Fiaid messze távolból érkeznek, s leányait karon fogva hozzák. Ennek látára földerülsz, szíved dobog az örömtől, és kitágul, mert feléd áramlik a tengerek gazdagsága, és ide özönlik a nemzetek kincse. Tevék áradata borít majd el Mádián és Effad dromedárjai. Mind sábából jönnek, aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicsőségét zengik. Ez az Isten igéje. Szent lecke, Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, bizonyára hallottatok Isten kegyelmi adományáról, amelyben a ti javatokra részesültem.
kinyilatkoztatásból megismertem Krisztus titkát, amelyről korábban nem tudtak az emberek, de most a lélek a szent apostoloknak és prófétáknak kinyilatkoztatta. Eszerint Jézus Krisztusban a pogányok is társörökösök, tagjai az egy testnek és az evangélium által részesei az ígéreteknek. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! És a lelkeddel! Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a júdai Betlehemben, íme napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták, hol van a zsidók újszülött királya. Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte. Meghallotta ezt Heródes király, és megrémült, s vele egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a messiásnak. Azok így válaszoltak: a júdeai Betlehemben, mert ezt írja a próféta: te, Betlehem, Júda földje, bizony nem vagy a legkisebb Júda nemzetségei között, mert belőled jő ki a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek. Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe: menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak előtte. Ők pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem állapodott a ház fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott látták a gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincses zsákjaikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba. Ezek az evangélium igéi. Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Kedves testvérek! Az evangéliumban, amit hallottunk, több szereplő van. Heródes király, akkor hallottunk, ott voltak főpapok és írástudók, és ott vannak a három bölcs. Mindegyikben közös az, hogy keresik Jézust. De mindjárt másképpen keresik, és más célra.
Nézzük meg mindegyiküket külön-külön. Az első Herodes király. Azt olvassuk, hogy Jézus Herodes király idejében született. Hogy ezek megtörténtek Herodes király idejében. Milyen volt ez a Herodes király ideje? Olyan idő, amikor egész nép félelemben élt, mert Herodes kegyetlen uralkodó volt. Annyira féltette hatalmát, hogy még családjából is több tagot kivégeztette. Ilyen időben született Jézus. Ilyen nehéz időt választott a Jóisten, hogy jöjjön erre a földre. Mintha azt akarnám mondani mindnyájunknak, hogy ha bármilyen nehezek is a körülmények az életemben, Isten akkor is jön, közel van, akar belépni életemben. Amikor a bölcsek megkérdezik, hol van a zsidó királya, vagy hol születik, és amikor Herodes ezeket a szavakat meghallotta, megrémült. Megrémült, és vele együtt egész Jeruzsálem, írja a Szentírás. Mert a szíve tele van félelemmel. Kis gyermekben, aki megszületett Jézusban, ő a konkurens látja, meg akarja ölni. Fél, hogy Jézus elveszi tőle a hatalmat. Itt meg is lehet állni, és megkérdezhetjük magunktól vagyon, én nem-e látom Jézusban konkurenst? Átadtam-e az Úrnak az egész szívemet? Vagy vannak-e olyan részek a lelkemnek, amely megtartom magamnak? Ahol én vagyok az Úr, ahol én parancsolom, ahol én vagyok a király. Sokszor félünk megnyitni a szívünket. Sokszor imádságban is így vagyunk, félünk kinyitni a szívünket, mert attól félünk, hogy Isten elvesz valamit tőlünk. Mert Isten nem vesz el, hogy Isten oda tesz valamit, megajándékoz minket. És ha valamit elvesz, arra biztosan, hogy nincsen szükségünk. A második dolog, amit látunk Herodes királynál, az a kétszínűség. Érdeklődik a főpapoktól, hogy hol kell születnie a messiánsnak. Hogy a bölcseknek mondja, hogy ma majd megtaláljátok, gyertek, jelentsétek nekem, mert én is el akarok menni, hogy hódoljak előtte, ezt mondja, de közben a szívében már döntés van, hogy szeretne megölni Jézust. És ha nem vagyunk hitelesek, ha csak látszólag élünk meg a vallásosságunkat, ha nem látszik a cselekedeteinkben, hogy mi hiszünk, akkor olyanak vagyunk, mint Herodes. A következő szereplők főpapok és írástudók. Mikor megkérdeznek tőlük, hogy hol kell, hogy megszülessen a messiás, ők tudják. Ők ismerik az írásokat. Ők rögtön megtalálják, hogy Betlehemben. Tehát olyan embereket jelképezik, akik Isten parancsait ismerik, lehet, hogy templomba járnak, de nem élik meg minden napjaikban. Nem látszik meg az életükön, hogy Isten ismerik, és hogy hisznek benne. Következő szereplők a bölcsek. Róluk nem tudjuk semmit. Valószínűleg magas rangú tisztviselők voltak, hiszen bemennek Herodes király palotájában, királyi palotába bárki nem tud bemenni. Nem tudjuk, hogy hányan voltak. A tradíció azt mondja, hogy hárman, mert három ajándék volt. És láttunk a képeken, az egyik európai, a másik ázsiai, a harmadik afrikai, hiszen ők jelképezik az egész világot. Ők őszintén keresik Jézust. Amikor megtalálják a gyermeket és anyját, az anyával Máriával, azt olvassuk, hogy földre borultak és hódoltak előtte.
elismerik Jézust, mint királyt. Pár nappal ezelőtt Szűz Mária ünnepe volt, úgy ünnepeltük Máriát, mint Isten szülőt, és akkor beszéltem a felajánlásról. Minden imakönyvben van felajánlás ima, mikor imádságban felajánljuk magunkat Mária szeplőtelen szívének, és rajta keresztül Jézus legszentebb szívének. Ez azt jelenti, hogy amikor ezt imádkozom, hogy felébresztem magamban erős vágyot, hogy teljes szívemet akarok Márián keresztül Jézus neked adni. Mindenemet, amin van, neked adni. Te uralkodjál bennem, az életemben. Semmit sem akarok megtartani. Hogy olvassuk, hogy megnyitottak kincses ládáikat, és ajándékokat adtak. És érdekes elgondolkodni azon, hogy mit jelent kincs, és mit jelent ajándék. Kincs mindaz az érték, amin van. És ajándék az az, amit ebből odaadom másiknak. Kincs az életem, kincs az időm, kincsek a saját terveim, lehet, hogy a kényelmem, de mi az, ami ebből átadom a Jóistennek, odaadom-e neki, hogy ő rendelkezzen a terveimmel, az életemmel. Megnyitottak kincses ládáikat, talán azt is akarja ez az evangélium üzenni, hogy gondolkodjunk el, hogy életünknek melyik területét meg kéne nyitni, és átadni a Jóistennek mindent, amit ott van, hogy ő rendelkezzen felette. És úgy fejeződik be a mai evangélium, hogy miután találkoztak Jézussal, a bölcsek más úton mennek haza. Amikor megtörtént a találkozás, a Jézussal találkozok, utána mindig más úton kell, hogy járjak, jobb úton kell, hogy járjak. Ez a mindennapi megtérés, ez a mindennapi imának a lényege, találkozni Jézussal, hogy utána jobb úton járjak, változzon az életem, azt az utat választva, ami mennyország felé vezet. És a végén el lehet gondolkodni mindnyájunknak azon, hogy mi kire hasonlítunk. Heródesre, aki mellett mindenki retteg, aki Jézusban konkurens látja, aki kétszínű, vagy olyanok vagyunk, mint a főpapok és írástudók, akik ismerik Isten parancsait, ismerik Isten szavát, de nem cselekednek, nem mennek el, nem tesznek semmit. Vagy olyanok vagyunk, mint a bölcsek, akik őszintén keresik Jézust, meg is találják, és utána más úton térnek haza, más emberként térnek haza. Amen. Most pedig valljuk meg a hitünket. Oh.
Kérjük testvéreim, a mi Urunkat, hogy vezessen minden népet az igaz hit világosságára. Dicsőséges megjelenésed ébreszten hitet az egész világon. Világosságodra találjanak rá azok is, akik még nem ismernek téged. Isteni tanításod vezesse el a népeket és vezetőiket az igaz egyetértésre. A hit aranyával, az imádság törmjén füstjével és az áldozatos szeretet mirhájával hódoljon előtted szent néped. Boldogságod fényét sugározd otthonainkba. Kérünk, Urunk, áld meg és ajándékozz meg a te mennyei ajándékaiddal 45. születésnapját ünneplő Keszler Zoltánt, 12. születésnapját ünneplő Katikát, 50. születésnapját ünneplő Józsefet és 11. születésnapját ünneplő Józsefet. Hallgass meg, Uram! Imádkozzunk beteg Botond felgyógyulásáért, Katalin, Katica felgyógyulásáért, egy édesapa felgyógyulásáért, és egy beteg testvérünk felgyógyulásáért. Hallgass meg, Uram! Áld meg, Uram, testi-lelki egészséggel egy testvérünket, a Béres család tagjait, István, Sándort, Olenát, Ibolyát, Brigittát, Jenőt, Villit, Bangó család tagjait, egy családnak a tagjait, idősebb Nagy Sándort és családja tagjait. Áld meg, Uram, testi-lelki egészséggel ifjabb Nagy Sándort és családját, Szoták család tagjait, Stán család tagjait, Norbertet, Józsefet, Antoniát és Nataliát. Hallgass meg, Uram! Imádkozzunk Dudás Jutka és családjáért, hogy a Jóisten segítse meg őket. Imádkozzunk Szandra és családja testi-lelki egészségeért. Imádkozzunk idősebb Benyő József sikeres utazásáért és megérkezéséért. Imádkozzunk Artur sikeres utazásáért és megérkezéséért. Hallgass meg, Uram! Fogad el, Uram, hála imáját Ruszlánától és egy családtól, aki hálát ad Jóistennek kapott kegyelmekért. Hallgass meg, Uram! Imádkozzunk az elhunytokért. Egy évvel ezelőtt elhunyt Rigel József lelki üdvéért, Pusáver József és Júlia lelki üdvéért, elhunyt Matild, Marianna lelki üdvéért, László, Sándor, Sándor, Erzsébet, Anna, István, István, Antónia, Olga, Sándor, Ilona, Sándor, Erzsébet, Gyula, Mária, Judit, Mária, János, Gyuszi, Tibor, János, Tamás, Elek és Erzsébet lelkük üdvéért és Bangó család elhunyt tagjaiért, lelkük üdvéért könyörögünk az Úrhoz. Mennyi Atyánk, Te elküldted fiadat, hogy általa üdvözüljön a világ. Add, hogy mindenütt felragyogjon az igaz hit világossága, és egyházat, minden népet egybegyűjtsön el nem múló országodba, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk Istenünk, tekints jóságosan egyházad adományaira. Már nem aranyat, töményt és mirhát hozunk eléd, hanem magát Jézus Krisztust, akit ezekben az adományokban vallunk, feláldozunk és magunkhoz vesszük, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te Krisztusban ma kinyilatkoztattad a nemzeteknek üdvösségünk titkát, hogy világosság áradjon rájuk, és amikor fiat halandó testünkben megjelent, halhatatlanságának fényével újjá alkottál minket. Ezért mi is, miként az angyolok és főangyolok, a trónod körül álló hatalmaségi szellemek, és minden seregek a mennyben, dicsőséget, himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiát halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat,
aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Antal püspökünkkel, Miklós püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Szent Györggyel és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökön örökké. Isten emberé lett, hogy mi Isten gyermekei lehessünk, ezért énekelve merünk így imádkozni. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Jézus Krisztus születésekor az angyalok békét hirdettek a földnek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, béke fejedelme, ne vétkeinket nézed, hanem egyházod hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit.
Boldogok, akiket meghívasztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogyha nekem jöjj, nem csak Jézusról szólva, és meg is az én lelkem. Thank you.
Könyörögjünk. Kérünk, Istenünk, jár előttünk mindig és mindenütt mennyei fényességeddel, hogy tiszta lélekkel szemléljük a szent titkot, amelynek részesévé tettél, és tiszta szívvel fogadjuk magunkba Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szent mise véget ért, járjatok békével. Istennek legyen hála.